Ültem a Papp László sport arénában, amely a székben lévő kakashoz kapcsolódott, és nem mertem tüsszentni. Alattam 12 ezer ember és őrült lejtőn. Nos, úgy tűnik, hogy ez egyáltalán nem zavar, mindenki örül, hogy elég egyedül van, és a kislányok, akik szívesen lógnak egy 20 hüvelykes betoncsíkon, a helyett, hogy ülés helyett. Nem merem gondolkodni azon, hogy milyen érzés elveszíteni az egyensúlyt és előrelépni. Amikor vettem egy jegyet, elfelejtettem, hogy erős terepen van, és nem tetszett a tömeg. Megkérdeztem a WMN Girls T az általános csevegésben, hogy az egyszerű fájdalomcsillapítók ideggyapotként működnek-e, de Erika azt írta, hogy csak akkor írtam, ha köszönöm, nem merem felébredni, és nem tudom elküldeni a gyermeket sör, nem tálalva, vicc vagyok. Csak egy ember volt a világon, hogy 2 órát vettem ezt a félelmet, és ez nem Harry Styles volt, annak ellenére, hogy várjuk. Adrien Kuruc új koncertjelentése módban. Nos, kérlek, igen, a lányom ismét elvitt a koncertre, miután Youngblood, aki Bécsben frenetikus volt, Harry Styles T követték Budapesten. Kitörölése miatt ezt a koncertet 2 évig elcsúsztatják, és a fiatalember még soha nem játszotta a magyar közönséget, tehát nagyon sok hisztéria érdeklődés mutatkozik, nem is beszélve. Valójában azt hiszem, hogy a Harry korszak felett vagyunk, most különböző zenékkel rendelkezünk, a különböző stílusú játékosok a baba szobájában ordognak, de tévedek. Amikor kiderült, hogy a stílusok jönnek, a lányom nagyon boldog volt, és dalai visszatértek a forgóasztalhoz. Tehát múlt szerdán érkeztem a kakasba. És amikor megpróbáltam figyelmen kívül hagyni az alatta lévő mélységet, megpróbáltam figyelmen kívül hagyni, mintegy 12 ezer fiatal lány körülöttem ünnepelte az ikont, és elfelejtette a barátnőjét egy csokor virágcsokorban. 6000 ember van a BOA-ban, a szétszórt színű tollakat mutatták be a metrón, ahol a koncert lesz. A kisebb közönséggel, a lelkes anyákkal és néhány emberrel tétováznak ott, aki egy gyermeket kísért, aki egy barátnőt kísért, egyre inkább hajlandó kis táskákat, hátizsákokat és szemüveget kiszolgálni a koncert során. Végül azt hittem, hogy egyszerre láttam olyan sok boldog arcot, amikor a férjem egyszer bekapcsolta a tévét, és egy vidám vasárnap ment az ATV-hez. A koncert szöveges része nem messze van az imádat légkörétől, a túlórában a szeretet és az elfogadás stílusáról beszélve, arra ösztönözve imádkozóit, hogy öleljenek és ne féljenek, itt biztonságosak, és nyugodtan feltételezik magukat.